fontos a megelőzés. Évente mintegy 1200 nőt diagnosztizálnak méhnyakrákkal. A betegség kivéthető lehet rendszeres vizsgálatokkal és HPV elleni védőoltással. Új jármű, akadálymentesített kisbuszt kapott az Ibrányi fogyatékkal élőkkel foglalkozó szolgálat. Ellenőrizték az állatparkot, a társaságnál kisebb hiányosságokat talált az állami számvevőszék, de összességében nincs gond az állatparknál. Évente mintegy 1200 nőt diagnosztizálnak méhnyakrákkal, egyes felmérések szerint ez a második leggyakoribb daganat. A Kölcsey Televízió híradóját látják. Köszöntöm Önöket! A méhnyakrák az első rákfajta, ami megelőzhető, tájékoztatta televíziónkat a Józsa András Oktatókórház szülészet-nőgyógyászati osztályának vezetője. Papp Károly kiemelte, a betegség rendszeres nőgyógyászati vizsgálatokkal és a HPV elleni védőoltással kivéthető. A vakcinát a hetedikes lányok idén is ingyen kaphatják. Gyöngykarkötőket osztott szét a Májba Virág Alapítvány a Józsa András Oktatókórház szülészet-nőgyógyászati osztály fekvő betegeinek a méhnyakrák megelőzési hét alkalmából. Ezt az Egészségügyi Világszervezet minden évben meghirdeti, és az európai szintű kezdeményezés is erre az időpontra esik. A mozgalomhoz mintegy 70 település csatlakozott idén hazánkban, köztük Nyíregyháza is. A Védőnő Módszertani Tanszék is csatlakozott ehhez a mozgalomhoz, hiszen mi az országban először 6 éve elkezdtük a védőnőknek az oktatását a méhnyakszűrésnek a végrehajtására. Tehát mi úgy gondoljuk, hogy ez egy nagyon fontos téma, nagyon fontos terület, hiszen Magyarországon változatlanul évente körülbelül 400-an halnak meg ebben a betegségben, ami a szűrővizsgálattal megelőzhető lenne. A magyarországi statisztika azt mutatja, a HPV vírus okozta méhnyakrákkal diagnosztizált nők száma stagnál, évente mintegy 1200 az új betegek száma az elmúlt 10 év adatai alapján. A korai stádiumban felismert méhnyakrákot egy körülbelül 3-4 órás műtéttel meggyógyíthatják, ha pedig nagyon korai állapotban van, akkor akár egy 10 perces beavatkozás is elegendő. Ehhez azonban fontos részt venni a rendszeres szűrővizsgálatokon. Magyarországon kétféle szűrésről beszélünk. Van egy népegészségügyi szűrés, méhnyakszűrés, ezt minimum 3 évente kell végezni. Viszont ha egy hölgy, egy nő a saját egészségét és az életét veszi figyelembe, akkor azt mondjuk, hogy ha évente egyszer elmegy nőgyógyászati szűrés, ami nem csak a kis méhnyaknak, hanem a mellnek, méhnek, petefészenek a szűrésével is jár, akkor nagyon sokat segít magának azért, hogy a betegségek korán felismerjék, vagy épp a betegség előtt fel tudják ismerni. A méhnyakrák kialakulását az esetek 90%-ában meg lehet előzni a HPV elleni védőoltással. Ez hazánkban ingyenes a 12-13 éves lányok számára. A vakcinát a jogosultak 80%-a igényli évről évre. A méhnyakrák veszélye az is, hogy szinte teljesen tünetmentes betegség. Csak a legsúlyosabb állapotban okoz olyan egészségügyi problémát, amelyet felismerhetnek a nők. 7 millió forintos akadálymentesített autót nyert az Emberi Erőforrások Minisztériuma pályázatán egy Ibrányi segítőszolgálat. Összesen 400 millió forintot osztott szét különböző szervezetek között a kormány a tavaly kiírt pályázaton. Ebből többek között akadálymentesített autókat, rámpákat, telefonokat vásároltak. Az Ibrányi segítőszolgálathoz jelenleg 5 településen 150 ellátott tartozik, ezért nagy segítség nekik a jármű. Már birtokba is vette a támogató szolgálat az autót itt Ibrányban. Ezelőtt egy 7 személyes gépjárművet használtak, amelyben rengeteg kilométer volt. Mintegy 2 éve, vagy 2,5 éve jöttek el az egyesület vezetői hozzám, hogy már nagyon régi az a kis busz, amivel a támogató szolgálatot működtetik, hogy a Szalmaszál a fogyatékos embereket segítő szolgálat, és tudjuk jól, hogy a fogyatékossággal élőknek esélyt kell, hozzáférést kell adni, hogy egy olyan normális életet élhessenek, nem segíteni kell őket, hanem integrálni a társadalomba. Az autó azért is nagy segítség, mert összesen 5 településen 150 ellátottja van az Ibrányi szolgálatnak. A Szalmaszál fogyatékos embereket segítő szolgálat 2004-ben alakult, és az az érdekesség, hogy fogyatékossággal élők hozták létre. Mai napig is a tagsága megoszlik, tehát fogyatékkal élők és épek, hogy állandó érdekképviselet minden fogyatékossághoz típushoz tartozót tudunk képviselni. A támogató működtetünk egy alapellátást, szociális alapellátást, támogató szolgáltatást 2005-től, most 12. éve.
Az átadáson Román István helyettes államtitkár is részt vett, aki kiemelte, a segítségpont jókor jött a szolgálatnak. Nagyon fontos, egy olyan civil szervezetről beszélünk egyébként, akik valóban civil szervezet, nagyon komoly közösségi tevékenységet is folytatnak mindamellett, hogy támogató szolgáltatást nyújtanak, úgyhogy én azt gondolom, hogy amikor ez a döntés megszületett, az egy nagyon jó döntés volt. 2016 őszén nyílt egy pályázati lehetőség, ezt használta ki az Ibrányi Szolgálat is. Átlagosan 7 millió forintos járműtámogatást kaphattak a szervezetek, de más tárgyi eszközöket is igényelhettek. Az Emberi Erőforrások Minisztériuma egy elkülönített pályázatban hosszú-hosszú évek után meghirdette a gépjárműcsere programot, és ez az összességében 400 milliós pályázat, ez azoknak a támogató szolgáltatásoknak, támogató szolgáltatást végző intézményeknek, civil egyházi szereplőknek szólt, akik hát már ezt jó néhány éve jó minőségben végzik. Ezeknek a sorába pályázott be az Egyesület is. A szolgálatnál jelenleg körülbelül 40-en dolgoznak aktívan. Az ő munkájukat könnyíti majd meg a kis busz. A Máltai Szeretett Szolgálat karitatív akciójához csatlakozott a Fidelitas, a soroksári szervezet után a Fidelitas Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei szervezete is gyűjtést indít a romániai Atya település római katolikus templomának újjáépítéséhez. A templom még tavaly ősszel égett le, egy villámcsapás következtében. Azóta széles körű összefogás jött létre a templom felépítésére, amelyhez a magyar kormány is segítséget nyújt, hangzott el a Fidelitas szabolcsi szervezetének sajtótájékoztatóján. Tudomásom szerint 30-40 millió forint szükséges ahhoz, hogy újjáépüljön, de nyilván pontos összegeket nem tudok, csak én is a sajtóból értesültem, de ezen felül úgy tudom, hogy nehéz anyagi helyzetben vannak ott a gyülekezetek, úgyhogy azt gondolom, hogy minden oda kerülő forintnak helye van és helye lesz a jövőben. A hetek óta tartó rendkívüli időjárás miatt minden megyében szükség lenne krízisközpontok létesítésére, mondta nyíregyházi tájékoztatóján az MSZP Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei alelnöke. Halmi József szerint a kormánynak lépnie kell, mert emberéletekről van szó. Olyan otthonok megnyitása, ami átmenetileg el tudjuk helyezni, míg a szociális ellátórendszerben nincs hely. Mert azt látjuk, hogy néha kevés fát adni, mert vannak olyan helyek, ahol nincs mondjuk tüzelésre alkalmas eszköz, vagy nincs olyan illető, aki tud tüzelni ezekkel a nyitlángos eszközökkel, ezért nagyon fontos az, hogy ezt központilag szervezzék, és ehhez meglegyen a helyi embereknek az a lehetősége, mert mi azt látjuk, hogy ez csak duma, de miközben szembesülünk otthon a eseményekkel, látjuk, hogy a megyében nincs kiépített rendszer ehhez, és néha nem tudunk megfelelő megoldást. Nagyon sok emberi életet meg tudnánk menteni egy jó szervezéssel, egy jó koordináláson. Lezárult a Nyíregyházi Állatpark Nonprofit Kft. Ellenőrzése, tájékoztatta televíziónkat az Állami Számvevőszék felügyeleti vezetője. A 2011 és 2014 közötti időszakra kiterjedő megfelelőségi vizsgálatok eredményei szerint Nyíregyháza megyei jogú város önkormányzatának tulajdonosi joggyakorlása összességében megfelelt az előírásoknak. A társaságnál kisebb hiányosságok akadtak, azokra a javaslatokat fogalmazott meg az Állami Számvevőszék. Az Állami Számvevőszék önkormányzatok többségi tulajdonában lévő gazdasági társaságoknál is végez ellenőrzéseket. Most zárult le a Nyíregyházi Állatpark Nonprofit Kft. Ellenőrzése. A társaságot 1998-ban alapította Nyíregyháza, 2009-től működik nonprofit korlátolt felelősségű társaságként. A megyei jogú város önkormányzatának tulajdonosi joggyakorlása a vizsgált időszakban 2011 és 2014 között összességében megfelelt az előírásoknak. A vagyonkezelési szerződés, amelyet ugye az önkormányzat és az állatpark kötött, nem tartalmazta a vagyonkezelésbe adott eszközöknek a tételes listáját és értékét. Ez a szerződésnek egy hiányossága, tehát nem lehetett tudni, hogy mit is adtunk át, és azok milyen értéket szerepeltek. Ehhez a szerződéshez kapcsolódik a Nyíregyházi Állatparknál az a megállapításunk, amikor azt mondtuk, hogy a kezelt vagyonnal való gazdálkodás nem volt átlátható, ugyanis nem tartotta nyilván ezeket a vagyonkezelt eszközöket az állatpark, és mérlegében sem szerepeltette. A felügyeleti vezető hozzátette, az állatkert saját vagyonával szabályszerűen gazdálkodott, a hiányosságokkal kapcsolatban pedig javaslatokat fogalmazott meg az Állami Számvevőszék,
Nyíregyháza polgármesterének 2-t, az állatpark ügyvezetőjének 4-et. A javaslatokra 30 napon belül intézkedési tervet kell készíteniük. Két fiatal nőt keres a rendőrség, a beazonosításhoz a lakosság segítségét kérik. A nyíregyházi rendőrkapitányság ismeretlen tettes ellen lopás vétség elkövetésének megalapozott gyanúja miatt folytat nyomozást. Az eljárás adatai szerint két fiatal nő még január 17-én egy nyíregyházi áruházból az áruvédelmi eszközök eltávolítása után több ruhaneműt, egy körömvágó ollót és egy karórát tulajdonított el. A biztonsági kamerák felvételeit láthatják, ha valaki felismeri a feltételezett elkövetőket, keresse a rendőrséget. Újfehértón egy családi ház melléképületében keletkeztek lángok ma dél körül. A tüzet a helyi és a nyíregyházi tűzoltók közösen oltották. A melléképületből több gázpalackot is kihoztak. Személyi sérülés nem történt, és egyelőre vizsgálják a tűz keletkezésének körülményeit. Egy hiánypótló, fiataloknak szóló antológiát mutattak be a Móricz Zsigmond megyei és városi könyvtárban. A részletekről hamarosan, előtte nézzük a híradó további témáit. Február 2-a és 5-e között Nyíregyházán rendezik meg az 5.-6. korcsoportos összevont labdajátékok diákolimpia országos döntőjét. Kézilabdában, kosárlabdában és röplabdában 8-8 lány, illetve fiú csapat küzd majd az érmekért és a helyezésekért. A hétvégén Budapesten a HEP Kupa 4-es döntőjében szerepel a nyíregyházi kosársuli. Farkasinszky Gyuláné együttese az elődöntőben a Baja ellen lép pályára. A másik ágon az Elte Beac Új Buda és a TFS-e harcol a fináléba kerülésért a Gabányi sportcsarnokban. Egy hiánypótló, fiataloknak szóló antológiát mutattak be a nyíregyházi Móricz Zsigmond könyvtárban. A Jelen című kötet fiatal írók szemével mutatja be a világot, dolgoz fel családi vagy iskolai témákat, konfliktusokat. Az antológiában két nyíregyházi író, Béres Tamás és Kalapos Éva Veronika novellája is megjelenhetett. Ma nem vagyok a szokásos formában, így folyékony halmazállapotban csurgok le az ágyról, és kicsúszom a konyhában, talán ott lehettem utoljára, ott kezdtem a keresést. A fene egye meg, hogy mostanában mindig elhagyok valamit. Teljesen szét vagyok csúszva. Ez a részlet is a 2015. augusztusában meghirdetett ifjúsági novellaíró pályázatból született Jelen című kötetben szerepel. A József Attila Kör és a Móra könyvkiadó célja az volt, hogy az új tehetségek felfedezése mellett újra életre keltsék az ifjúsági novella műfaját, hiszen az utóbbi időben alig születtek kamaszoknak szánt prózai művek. Nagy örömünkre a 40 év alatti szerzőknek meghirdetett pályázatra éppen 39 pályamunka érkezett, amelyek közül 11-et tartottunk arra érdemesnek, hogy kötetbe rendezzük őket, de volt egy icipici hiányérzetünk a témák tekintetében, és ezért a kortárs folyóiratokat böngészve még felfedeztünk 6 olyan írást, amelyet szintén beválogattunk a kötetbe, fölkerestük a szerzőket, akik már régóta, nagy részük már több kötettel rendelkező ismertebb fiatal szerző, és így állt össze az a 17 novella, amely végül is a Jelen című kötetbe bekerült. Az antológia írásai főképpen generációk közötti konfliktusokat boncolgatnak, a legtöbb családi vagy iskolai témákat dolgoz fel. Béres Tamás novellája is egy kamasz fiú szemszögéből meséli el a történetét. Nagyon nagy élmény volt, hogy részt vettem ebbe a programba, és egy olyan témáról írtam, ami külön jó, hogy meg tudott jelenni. Az iskolai élet, a fiatalok aktuális közéleti gondolkodása kérdései. Egy iskolai környezetben játszó novellát jelentetett meg a Móra kiadó József Attila Kör, ebben az antológiában, és azt gondolom, hogy ilyen nevek mellett, mint Dragomán György, vagy Kalapos Éva Veronika mellett megjelenni, ez külön egy nagy megtiszteltetés, és hát a saját írói pályámon is egy külön fontos lépcső volt ez az elmúlt évben. A Móra kiadó a Jelen című antológia után jövő címmel újabb pályázatot hirdetett, amelyre február végéig várják a jelentkezéseket. A szintén fiataloknak szóló kötetben szereplő történetek 2050-ben képzelik el a kamaszok életét. Yeah.
Február 2. és 5. között Nyíregyházán rendezik meg az 5.-6. korcsoportos összevont labdajátékok Diákolimpia országos döntőjét. Kézilabdában, kosárlabdában és röplabdában 8-8 lány, illetve fiú csapat küzd majd az érmekért és a helyezésekért. Szabolcs-Szatmár-Bereg megyét 7 együttes képviseli az eseményen. 18 sportágban mintegy 280.006 és 18 év közötti fiatal vesz részt a Diákolimpia országos versenyrendszerében. A Magyar Diáksport Szövetség a 2016-2017-es tanévben 30. alkalommal hirdette meg a sorozatot. Az országos döntők közül ez évben elsőként az 5.-6. korcsoportos, azaz középiskolás korú összevont labdajátékok fináléját rendezik meg Nyíregyházán. Országos döntők között is ez egy rendkívül nagy kaliberű esemény tekintettel arra, hogy 3 sportágban több száz gyermek fog versengeni az aranyéremért, úgyhogy nem kis feladat egy ilyet megszervezni. Ezúton is köszönöm a szervezőknek, hogy elválták ennek az országos döntőnek a megszervezését, és bízom benne, sőt tudom, hogy ez egy nagyszerű eseménynek nézünk elébe. A 3 sportág mérkőzéseinek a megyeszékhely 7 sportcsarnoka, illetve tornaterme ad otthont. A rendező megyei Diáksport és Szabadidő Egyesület elnöke szerint komoly logisztikai kihívás jelent a döntő zökkenőmentes lebonyolítása. 48 csapatról van szó, amely 16 megyéből érkezik ide Nyíregyházára, és ez azt jelenti, hogy 608 versenyző plusz a kísérő tanárok, tehát több mint 700-an érkeznek ide hozzánk, és hát természetesen ezért logisztikailag és egyéb szervezési feladatokat is figyelembe véve ez egy komoly munka, hiszen a csapatokat mozgatni kell, a szállást, étkezést meg kell oldani, illetve természetesen a tornacsarnokokban is a versenyeknek is olyan színvonalon kell megvalósulniuk, amely azért komoly kihívást igényel és komoly szervezési feladatot jelent. A Nyíregyházi Vasvári Gimnázium lányröplabda csapata tavaly bronzérmet szerzett. Az együttes edzője Szeké Lászlóné bízik abban, hogy a Bemiskola tornatermében lejátszott meccsek után tanítványai ismét felállhatnak majd a dobogóra. Nagyon-nagyon bízom benne, hogy ott lesznek a szülők, a szurkolók, és akkor, ha már megemlítettük a Bemet, akkor én azt szeretném elmondani, hogy ezek a lányok, akik az én kezemben most országos döntőt játszanak, 2 komoly iskolából jönnek utánpótlás bázisból, az egyik a Bem József Általános Iskola, a másik a Móricz Zsigmond Általános Iskola. Szeretném megköszönni itt most a kolléganőknek, hogy ilyen szintre edzették ezeket a lányokat, és a Vasvári Pál gimnáziumba irányították. A Vasváriból a lányok mellett a fiú röplabdázók és fiú kosarasok lesznek ott a döntőben. Mellettük kézilabdában a lányoknál a Kisvárdai Szent László, a fiúknál a Nyíregyházi Zrínyi és Arany, valamint a kosaras lányoknál a Nyíregyházi Krúri képviseli majd a megyét a fináléban. A hétvégén Budapesten a HEP Kupa 4-es döntőjében szerepel a Nyíregyházi Kosársuli. Farkasinszki Gyuláné együttese az elődöntőben a Baja ellen lép pályára. A másik ágon az Elte Beac Új Buda és a TFS-e harcol a fináléba kerülésért a Gabányi Sportcsarnokban. Győzelemmel hangolt a HEP Kupa 4-es döntőjére a Nyíregyházi Kosársuli, Pap Klaudiáék a legutóbbi bajnoki fordulóban 81-47-re nyertek Szolnokon, így továbbra is az élen állnak a keleti csoportban. Az NKS is pályázott a kupa döntő rendezésére, a szövetség azonban az Elte Beac Új Buda ajánlatát fogadta el, így a fővárosban lesz az amatőr csapatok számára kiírt sorozat fináléja. A nyíregyháziak az elődöntőben, az amatőr nemzeti bajnokság nyugati csoportjában jelenleg 8. bajai NKK ellen lépnek pályára. Régen játszottunk előnk, tehát körülbelül 3 évvel ezelőtt voltunk utoljára, hogy a Baja volt az ellenfél. Azok közül a játékosok közül is azért maradt egy jó pár játékos, de ugye ugyanazokkal a gondokkal küzdenek, mint mi, hogy a játékosok nagy része fölmegy Budapestre tanulni. Tehát itt nagyon kevés játékosra tudnak ők is dolgozni, inkább azokkal, akik utánpótláskorúak. Innentől kezdve szerintem egyenlőségekkel válunk ki ennek a mérkőzésnek, mind a kettőnknek idegen pálya, innentől kezdve már azt fog dönteni, ki lesz abban a szent pillantásban az, aki jobban tud koncentrálni és pontosabban fog dolgozni. A nyíregyháziak természetesen igyekeztek felkészülni a másik 3 csapat játékából. A Baja elleni elődöntőben a bajnoki tabellán elfoglalt helyezéseket tekintve Farkasinszki Orsolyáék az esélyesebbek. A Bajában inkább alacsonyabb emberek vannak, tehát ott valószínűleg egy letámadás ellen kell készülnünk, de reméljük, hogy ami az egyik oldalt esetleg negatívum lehet, ugye, hogy nehezebb a labdát felhoz, az a másik oldalt pozitívum, hogy palánk alatt könnyebb lesz megoldanunk a dolgokat. Ezt most próbáltuk nyilván az év elejétől kezdve is nagyobb hangsúlyt fektetni ezekre a dolgokra. Illetve az, hogy a TF vagy a Beac lesz az ellenfelünk, azt ugye attól is, hogy mi mit játszunk, illetve hogy ők mit játszanak. Alapvetően jó szerkezetű sorma mind a két csapat.
megpróbáljuk nyilván majd ott is megtenni, amit lehet. Végülis a TF-et tavaly a döntőbe jutásért sikerült megvernünk. Hát remélhetőleg ez akár a TF, akár a Berce ellen most is így lesz, és reméljük, hogy egy minél fényesebb éremmel térhetünk majd haza. A nyíregyházi kosársuli baja mérkőzés szombaton 13 órakor kezdődik Budapesten a Gabányi sportcsarnokban. A másik elődöntő kezdési időpontja 15 óra 30. Vasárnap a bronzmérkőzésen 14 órakor, a döntőben pedig 16 óra 30-kor dobják fel a labdát a játékvezetők. Híradónk végén nézzük a legfontosabb híreket még egyszer röviden. Hazánkban évente 1200 új méhnyakrákos megbetegedést diagnosztizálnak. A szakemberek azt mondják, a méhnyakrák az első rákfajta, ami megelőzhető. A betegség rendszeres nőgyógyászati vizsgálatokkal és a HPV elleni védőoltással védhető ki. A vakcinát a hetedikes lányok idén is ingyen kaphatják. 7 millió forintos akadálymentesített autót nyert az Emberi Erőforrások Minisztériuma pályázatán egy Ibrányi segítőszolgálat. Összesen 400 millió forintot osztott szét különböző szervezetek között a kormány a tavaly kiírt pályázaton. Ebből többek között akadálymentesített autókat, rámpákat, telefonokat vásároltak. Lezárult a Nyíregyházi Állatpark állami számvevőszékes ellenőrzése. A 2011 és 2014 közötti időszakra kiterjedő megfelelőségi vizsgálatok eredményei szerint Nyíregyháza önkormányzatának tulajdonosi joggyakorlása összességében megfelelt az előírásoknak. A társaságnál kisebb hiányosságok akadtak, azokra javaslatokat fogalmazott meg az állami számvevőszék. A Kölcsei Televízió híradóját látták január 27-én, pénteken. Friss hírekkel legközelebb hétfőn este várjuk majd Önöket. Tudósításainkat elérhetik weboldalunkon is. Köszönöm figyelmüket, viszontlátásra! Holnap borongós időre számíthatunk, lényeges változás továbbra sem várható, az ország nagy részén folytatódik a borult párás idő. Az éjjel is borult és derült területek váltakoznak, majd erősen felhős lesz az ég, párás lesz a levegő, éjszaka zúzmarás köd is képződhet, hószálingózás előfordulhat. A változó irányú szél gyenge marad, reggelre általában mínusz 13 fokig csökken a hőmérséklet. Holnap napközben erősen felhős vagy borult lesz az ég, a zúzmarás köd fokozatosan mindenütt megszűnik, de párás marad a levegő, hószálingózás, ónoszitálás egyaránt előfordulhat. A változó irányú szél mérsékelt marad, délutánra mínusz 7 fokig emelkedik a hőmérséklet, fronthatás nincsen térségünkben. A következő napokban folytatódik a hideg téli idő, vasárnap és a jövő hét elején borult marad az ég és párás lesz a levegő, de emellett kisebb körzetekben lehetnek derült napos vidékek is, a jövő hét második felében egyre több felé megélénkülhet a délkeleti szél. Hazánk nagyobb részén már több órára kisüt majd a nap, és már csak északkeleten lesz borongós, nyírkos az idő. A hét elején még erős lesz az éjszakai lehűlés, majd a hét második felében enyhül az idő.